Miközben a Magyar Futball Akadémiák milliárdos támogatást kapnak, neveltjeik játéka helyett inkább légiósoktól hemzseg az NBA, egy legutóbb a Honvéd 9 külföldi szerződtetett. A szomorú képhez egy adalék, a magyar utánpótlás izomzata és élettani mutatói gyengék az U20-as válogatott felmérése alapján. Fülöp Ferenc játékos ügynöksége tehetségekkel is foglalkozik, ő a vendég a helyzetképpel. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt, számos. Feri, ugye ez, te fókuszálsz az FMF ügynökséggel az új generációra, és a nagy kérdés, hogy mi alapján és hogyan választott ki a fiatalokat, akiket képviselni akartok? Hát a fiatal játékok, játékosaink többségét ajánlás után megnézzük kétszer-háromszor bajnok mérkőzésen, vagy a válogatottban esetlegesen, és utána döntjük el, hogy foglalkozni kívánunk-e jövőben vele, vagy pedig nem. Na most és utána, bocsánat, utána nyilván leülünk a, a fiatalemberrel, a családdal, és akkor megismerkedünk személyesen. Ez is nagyon fontos ö, a döntéshozatalban. Amikor néhány mérkőzésen megnézitek, megnézed a játékosokat, akkor ö, milyen szempontokat mérlegelsz? Hát nyilván, hogy az adott poszton, ahol játszik a, a játékos. Ö, hogy teljesít, milyen felfogásban játszik, támadó, védőjátékos, milyen erényei vannak. Tehát egy komplex képet próbálunk kialakítani az alatt a két-három érkezés alatt, majd utána az említett személyes beszélgetés, ami, a, ami fontos azért egy jövendő kapcsolatban, ez dönti a véglegesen, hogy foglalkozni kívánunk -e a játékossal a később, vagy pedig nem. Ott ez a bizonyos beszélgetés, ez milyen szempontból fontos, nagyon fontos volt már arra példa, hogy egy ilyen beszélgetés alapján úgy, úgy, döntöttél, hogy valakit inkább nem természetesen volt, mert nagyon fontos, hogy ha egy fiatal emberrel megismerkedünk személyesen, akkor az ember szemében nézzen, ö, ö, értelmesen el tudja mondani azt, amit gondol a fotballról, a jövőjéről. Ö, tehát ez nagyon fontos a döntéshozatalban, legalább annyira, mint a, mint a játéktudás. Tehát a, volt már arra példa, hogy olyan azt érezted valaki, hogy nem világosak az ambíciói, nem világosak az elképzelései, és ezáltal nekes érdemes vele foglalkozni. Megtörtént, nem is egyszer. Nem is egyszer. Uh -huh. Na most ma egy magyar focistát, egy, egy ifjú futbalistát mennyire könnyű, vagy nehéz menedzselni a világban, milyen a hírünk most? Hát jobban örülnék, ha Németország szintű futballunk lenne. Nyilván a magyar rabdogás általános helyzete kihat erre a területre is, de azt is el kell mondani, hogy keresik a fiatal magyar játékosokat a nyugat-európai országokban. Annak idején, mikor még az MTK-ban dolgoztam, és a Sándor Károly Akadémiát létrehoztuk, előtte bejártuk a félvilágot, akadémiákon voltunk, klubokat látogattunk meg, és én úgy találtam, hogy a, a nyugat-európai játszó fiatal játékosok semmivel sem tehetségesebbek, mint a magyar fiatalok. És viszont a, a végső termék a produkt, amikor a játékos 18-20 éves lesz, mégsem ugyanaz a színvonal egy Nyugati országban, mondjuk Hollandiában, vagy, vagy Magyarországon. Na igen, ennek az okát kéne megfejteni, és ha már említetted a Sándor Károly Akadémiát, ugye a működés első szakaszában, amikor ezt elkezdtétek csinálni, akkor sorra kaptuk fel a fejünket a hírekre. Német Kristián, Adorján, társaik, Gulácsi, Liverpool lehetőségek. Aztán javarészt, hogyha most csak Német Krisztiánra gondolunk, egy Egyesült államokbeli szerződése, tegnap beszéltünk, beszélgetünk itt a menedzsereivel. Szóval, hogy miért nem sikerült ezeknek a srácoknak ennél nagyobb karriert befutni? Hát ez jó kérdés, ez nekem is nagy szívfájdalom. Egyrészt a Sándor Károly Akadémia, másrészt pedig a magyar fotball szempontjából, mert ha négy 5 játékosnak sikerült volna egy olyan karrierbe futni, amit, amit, mindenki szeretett volna, meg az akadémia elindításakor a, a, az alapítók megálmodtak, akkor nyilván nekem is, meg nekünk is könnyebb dolgunk lenne, hogy magyar játékosokat külföldre vigyünk. De, de mi nem tudom, hol siklott ki, lehet, hogy szakmai okai vannak, vagy szakmai okai is vannak ennek a, a, a történetnek, hogy nem úgy alakult, ahogy mindenki eltervezte. Viszont a mai időkben már 14-15 éves magyar játékosokra is kíváncsiak, mondjuk angol klubok például. Tehát azokat szeretnék megnézni, megismerni, személyesen Angliában eljönnek, megnézik, és arra készülve, hogy a játékos eléri azt az életkor, 16-17-18 éves kort, akkor már jól ismerik a játékos, több évet kísérték a pályafutását, és akkor már könnyen meghozni egy olyan döntést, hogy szeretnének egy fiatalon játékos leigazolni, vagy pedig nem. Mit gondolsz, egy-egy játékos kiemelkedő teljesítménye, hozzá kapcsolódó jó hírek, most egy friss példa, Stíber Zoltán Zoltánnal kapcsolatban egyre többször lehet olvasni, hogy rengeteget fut, gyakorlatilag a Premier League legtöbbet futó játékosainál is jobb teljesítmény nyújt. Szóval ez kivetődik-e ilyenkor egy, egy, magyar futballistához kötődő jó teljesítmény vagy nagyszerű hír a többiekre? Nyilván, ha egy klubban jól teljesít egy magyar játékos, és a, követ, a későbbiekben ajánlanak fiatal magyar játékost, akkor biztos, hogy jobban odafigyelnek azért, ha jó tapasztalatok vannak a országban a játékosok képességeivel, teljesítményével kapcsolatban. De ugye a másik oldalt is nézzük, amit az elején említettem, ugye Szalai László a hazai edzőképzés felül, és aki most a vb re készül, a 20 asok szövetségkapitánya, ugye ennél a legutóbbi felmérésétnél egész egyszerűen azt mondja, hogy törzsizomzat, gerinc környék izomzat. Tehát minden tesztjük azt mutatja, sprintek száma, azoknak az intenzitása, hogy rossz a helyzet, hogy valami, valami nagyon lemaradt a, a fizikai képzésben. Igen, vannak ide, amikor Zidán játszott még, és mindig csodáltuk azt, hogy sprintből tud irányt változtatni. Tehát ellentétes irányban, anélkül, hogy még 5-6 métert ki kellett volna futnia, úgy tudott irányt változtatni, hogy az embernek átvonult a szája. És már akkor mindenki mondta, hogy igen, ezek a a törzsizomzattal kapcsolatos dolgok, tehát a megfelelő törzsizomzattal ezt meg lehet oldani. Mindenkinek meg volt a lehetősége, hogy ezen a területen fejlesz -e a játékosai képességeit. Hát akkor itt tartunk, hogy ez nem történt meg. Ez azt jelenti, hogy ez egy mindenképpen kritika vagy önkritikára kell, hogy késztesse az akadémiákat is? Mert hogyha csak a Sándor Károlyra térünk vissza, itthon nagyon kapusak az agárdi nevelési játékosok. Ha végignézzük az NBA-et, gyakorlatilag a, a, a Sándor, az agárdi akadémistákból három-négy csapatot az össze lehet állítani. Most ezt nevezhetjük sikertörténetnek, na de a másik része az, hogy hogy a modern képzés hiánya, akkor az, 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 ez ezt miért nem ért el az akadémiákat? <laughs> Bizonyos mértékben lehet sikertörténetnek nevezni, hiszen ez mutatja, hogy jó a kiválasztás a Sándor Kárly Akadémián, és jó a képzés a Sándor Kárly Akadémián, ami mutatja, hogy nagyon sok játékos játszik első osztályban Magyarországon, viszont azt én is hiányolom, hogy hogy külföldi csapatoknál, a Sándor Károly Akadémiánál nem sikerült olyan. olyan hát rangos szerződéseket. Kapták. Rangos szerződéseket, uh -huh. olyan átütő sikert uh -huh. elérni, ami amire úgy mindenki felkapná a fejét, és akkor mindenki jönne Magyarországra, és menne a Sándor Károly Akadémiára, és akkor mi szeretnénk innen gyereket vinni, és akkor nézzük meg, hogy mi a választék. -e. Ez összefüggésben esetleg azzal, hogy néhány kivételtől eltekintve, mintha a kluboknál az akadémistákat nem tekintenék potenciális élvonalbeli játékosoknak. A kivétel az MTK, meg a szombathely a haladás volt, és ugye itt megint szomorú trendeket látunk, és most nem a Honvéd 9 idegen légiósára utalhatok, bár arra is utalhatnék, a, miközben ott van egy elvileg jól működő akadémiájuk, de akár a pécsiekre is, akik egészen jó teljesítményt nyújtottak saját nevelésű fiatalokkal, és aztán húznak egy vonalat, és ezek a koncepciók borulnak. Miért nem tekintenek 17-18-19 éves játékosokra, úgy, mint potenciális, sőt szükséges MV1 Igen, sajnos a <coughs> rövid távú célok néha felülírják a, a közép- és hosszabb távú terveket. Gondolok itt arra, hogy jó pár csapat felett ott lebeg a kiesés veszélye. Tehát négy-öt csapat olyan helyzetben van jelenleg az MV1-ben, ami, ami nagyon veszélyes pozíciónak mondható, köztük az említett Szombathely Pécs és nyilván úgy gondolkodnak a klubvezetők vagy az edzők, hogy tapasztalt rutinos játékosokkal könnyebb kiharcolni a bentmaradást, mint a fiatalok, akiknek egy picit hullámzóbb a, hú, volt, a De azok a voltak már a mezőny első felében is. Igen, például sezonban. tavaly is a, mondjuk a Pécsnél maradva, amit említettél, ott van két fiatal játékos, a Márkárt és a Kővári. Tavaly nagyon-nagyon jól teljesítettek, mondhatni erejükön felül kiválóan játszottak. Az idei évben a teljesítmények hullámzó. És nyilván gondolva arra, hogy mindenképpen szeretne a Pécs az első maradni, ezért rutinos játékosokat igazolnak, és elkezelheti, hogy egy vagy két ját, fiatal játékos helyett idősebb játékos fog játszani. Éppen ezért, ha te szerződt ilyen típusú fiatalokkal, akkor majó szívvel mit ajánlasz nekik? Próbálkozzanak még erősebb hazai klubba, vagy minél hamarabb menjenek el külföldre? Hát ez minden esetben változó. Tehát, és itt nem csak arról beszélünk, hogy egy adott játékosnak milyen képességei vannak. Mert egy játékos például megérett arra, hogy külföldre menjen játszani, játék tudás alapján, de lehet, hogy mentálisan még nem elég érett arra, vagy erős arra, hogy elhagyja a családját, elhagyja az országot, és ott, és ott hely tudjon állni. Tehát minden körülményt figyelme kell venni, még ha, amikor egy játékosnak azt mondjuk, hogy hopp, elérkezett az idő arra, hogy most külföldre menjen, és akkor minden erővel arra törekszünk, hogy a játékos egy külföldi szerzéshez segítsük. Az, hogy valakinek egy tudatosan, értelmesen és megfelelő lépcsőfokokkal építitek fel a karrierét, arra mondjunk érdekes vagy jó példát. Mondjuk így néztem például, hogy esetleg Batikben, Bence, de kiket lehetne itt felsorolni? Hát annak idején a, a, korábbi cégemnél, a, vagy cégünknél a, a Vujuzsák úgy gondolom, hogy az tényleg a Balázs úgy lett felépítve, hogy, hogy, egy olyan pályafutást tudjon elérni, a képességei alapján elvárható lett tőle tehát nem az első egy-két alkalommal beérkező ajánlatot fogadtuk el, hanem megvártuk azt, ami a Balázs szempontjából legjobb volt ami a PSV Eintóván. Úgy érzem, a Balázsnak az egy, az egy, nagyon jó első lépcső volt a, a nyugat-európai fotbalban. Batik Bence nagyon tehetséges, sokra hivatott játékos. Tavaly nyáron, mikor meghosszabbítottuk a szerződését a Ferencvárossal, úgy gondoltuk, hogy cél az, hogy oda kerüljön az első csapathoz és játszon. Ez az őszeszonban még nem sikerült. Volt egy olyan terv, hogy ha a Bence nem tud közel kerülni a csapathoz, akkor esetleg Angliába egy, egy fél évre kölcsönadni, a Fradi kölcsönadná. Ezt meg is beszéltem a fazi vezetőkkel, akik azt mondták viszont, ha Bence oda kerül az közelébe, akkor nyilván az ő fejlődés szempontjából ez egy jó lehetőség lenne. Most ez megtörtént, a Bence játszott az ősszel a kupameccseken, bemutatkozott az 1 ben is, a Fradi színeiben és úgy gondolom jó irányba haladt tegnapi meccsen is nagyon jól játszott a Bence, és ha a Ferencváros be tudja magát verekedni az első csapatba, és ott egy-két évet tud játszani, úgy gondolom a fejl fejlődése szempontjából ez kiváló lehetőség lenne. Ha elekákos egy válogatott focista esetét nézzük, most egy az élete focistákról még a végén egy kérdés, akkor ha belőjük az égtájakat, akkor a, nem csak a magyar politika, hanem a magyar játékos politikának is valóban kellett felé kell fordulnia? Én úgy gondolom, hogy nyugat és kelet felé kell fordulni. Én úgy gondolom, hogy mi magyar játékosnak ahonnan jön egy jó ajánlat, egy normális kultúrájú fotballországból, akkor oda el kell menni. Mm -hmm. És ez már az, hogy normális futballkultúrájú ország, ezt most már nagyon sok országra rá lehet, így vagy rá van. kell mondani, amire esetleg mi nem mondanánk, vagy nem gondolnánk, hogy rá kell mondani. Így van, így van. nem is ismerjük annyira, hogy jó pár, nagyon a keleti országok fotballját, de akik kint voltak, kint játszottak játékosok, az a felsőfokon beszélnek a feltételrendszerről, a, a nézőszámról, a labdarúgás szeretetéről, és így tovább, és így tovább. Utolsó utáni kérdésem, ki lesz az a következő játékosod, akinek a patronátjait közül, akinek egy, egy, egy komoly minőségi ugrás lépést kell megtennie, akár külföldre szerződve. Én úgy gondolom, hogy van egy-két játékos, az említett Batik Bence, úgy gondolom az MTK-ból a, a Baki Ákos, és ha segíteni tudunk, akkor a Puskásból a Sallai Roland. Tehát ők lesznek, akik Igen, külföldre kell Hát Feri, köszönöm szépen, hogy próbáltuk megvilágítani itt a hátteret, aztán reméljük, hogy itthon is jobb lesz a fiatalok helyzete. Köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon bízunk benne. Köszönöm. Én is köszönöm hogy a kérdést.